Az LMP korrupció ellenes kerekasztalra hívja a kormány képviselőjét, a számvevőszék elnökét, a parlamenti pártok frakcióvezetőit, illetve a korrupcióval foglalkozó szervezetek tagjait. Az LMP egy kormányzati ciklusokon átívelő, megegyezésen alapuló antikorrupciós cselekvési terv a korrupció elleni minimum megalkotását szeretné elérni. Kiinduló munkaanyagnak az LMP közelmúltban nyilvánosságra hozott antikorrupciós 12 pontját szánják, mert a párt szerint ez alkalmas a korrupció rendszer szintű visszaszorítására. Schiffer András a vendégem, jó estét kívánok! Hát decemberben már megkérdezték Navracsics Tibort, hogy mit tesz a korrupció ellen, és így tovább, akkor az a válasz született írásban, igaz honlapon, hogy a korrupció megelőzés érdekében a kormány eddigiekben számos intézkedést tett, feladatok egy része már megvalósult, a többi végrehajtása pedig jelenleg is tart, sőt, egy mai közlemény szerint újabb ülést tartott az antikorrupciós munkacsoport, a közigazgatás és igazságügyi minisztériumban több civil szervezettel, akkor mit szeretnének még? Szóval ez a mellébeszélés a köbön. Mi azt szeretnénk, hogy legyenek világos lépések annak érdekében, hogy rendszer szinten a korrupciót vissza lehessen szorítani. Miről van szó? Az LMP közzé, tehát egyébként már 2008-ban, ezt frissítettük most föl 2012-ben egy antikorrupciós 12 pontot. Ebben benne vannak azok a javaslataink, amiknek egy jelentős részét egyébként betoltuk a bekerülés után, 2010 májusa után az országgyűlésnek. Kezdem ugye a kampányfinanszírozási törvényjavaslattal, amit a gyakorlatilag az első ülésnapon Karácsony Gergely beterjesztett, és eddig több tucat szor utasította el a Fidesz-KDNP a napirendre vételt, de például az LMP javasolta azt is, hogy közbeszerzéseknél a teljes alvállalkozói háló legyen átlátszó, ami éppen a tegnapi zuglói botrányos eset kapcsán azt gondolom, hogy hát ennek számos ilyen, én értem meg ezt a 12 pontot, el is mondtuk már többször, meg, de fel is eleveníthetjük, nem erről van szó, csak önök most egy kerekasztalt szeretnének, pontosan, minisztériummal, civil szervezetekkel, az átláthatóság érdekében. De épp ma volt egy ilyen kerekasztal, csak nem kerek volt, hanem négyszögletes, tehát van egy ilyen bizottság, ugyanúgy a civilekkel, a Transparency-vel és a többiekkel. Szerintem itt lenne az ideje, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Nem tudom, hogy a honfoglalás hát 2001-esület jó, az... Szóval, hogy azt látni kell, hogy egyrészt egy olyan problémáról van szó, tudom, hogy nagyon sok ilyen egyéb probléma is van, de olyan problémáról van szó, amit megoldani, vagy ahol egyáltalán érdemi előrelépést tenni úgy, hogy nincsen egy közös felelősség különböző kormányzati ciklusok között, nem lehet. Egy. Kettő. Azt is látni lehet, hogy a korrupció visszaszorítása érdekében azért sem történik semmi érdemi lépés hosszú-hosszú évek óta, például, hogy a közvetételi kötelezettség körét bővítsék, és mondjuk büntetőjogi szankciókkal támasszák meg, hogy még egy dolgot mondjak, vagy amit szintén az LMP javasolt, hogy az offshore lovagokat egész egyszerűen száműzzék a magyar gazdasági életből, mert úgy tűnik, hogy az elmúlt 20-25 év politikai elitje egymás fogja. Tehát valójában a felhők felett a különböző politikai elitcsoportok, akik kormányozták ezt az országot az elmúlt negyed században, mintha nem lennének érdekeltek sem különböző mutyiügyeknek a felderítésében, sem azoknak a változtatásoknak a meglépésében, amik a jövőre nézve tehát, visszaszorítanák a politikai korrupciót. Ezek nagyon fontos dolgok, amiket mond, és tényleg hosszú évek óta megoldatlan problémákat sorolt fel, de ehhez képest meg, amit én kérdezek most olyan negyedszerre, tudom, hogy egy technikai, de most mégiscsak még ennél a technikai részletnél vagyok megakadva. Önök egy kerekasztalt szeretnének, civilekkel, Corvinus Egyetemmel, Transparency-vel, közigazgatási minisztériummal, miközben ott ülnek, például ma is üléseztek, ugyanezek. Akkor lehet, hogy nagyon bőlére eresztettem, röviden arról van szó, hogy egy olyan kerekasztalt szeretnénk, ahol ott vannak azok a szereplők, akik választási kampányban egymás ellen fognak menni, tesznek különböző ígéreteket, és utána különböző hányadot birtokolnak majd a kormányzati hatalomból. Tehát jelen ciklusban a következő, civilek mellett a politikai van, pártok. Azt javasolja az LMP, hogy tegye ki, aki ebben a történetben szereplő vagy szereplő lehet, parlamenti pártok, tehát kormányzó és kormányzásra esélyes pártok, azok a civil szervezetek, kutatóintézetek, akik ebben az ügyben a közvéleményt jelentékenyen tudják befolyásolni, illetve azok a kormányzati, illetve alkotmányos szervek, tehát itt a számbevőszékre és az igazságügyi tárcára gondolunk elsősorban, akiknek egyébként törvényes feladatuk van annak érdekében, hogy a megfelelő javaslatokat kidolgozzák. Ez a bizonyos antikorrupciós munkacsoport, amely ma ülésezett, ugye már említettem, ebben abszolút nincsenek is pártok, tehát itt csak civilek vannak és a minisztérium. Hát ez egy alapvetően kormányzati kezdeményezés, én nem ami akarom. Ebből?
nem baj, egyáltalán nem baj, szükség is van erre, csak amikor azt látjuk, hogy maga a korrupció szűtte át rettenetesen a politikát, és ez egy ilyen rókafogta csuka helyzet, mert közben viszont a politikai elit nem véletlenül nem lépett az elmúlt évtizedekben hatékonyan föl a korrupciós nyomással szemben, akkor a bujócskázást abba kéne hagyni, le kéne ülni egy asztal mellé, és világosan át vagy bét mondani különböző rendszer szintű megoldásokra. Rendszer szintű megoldásokra mondott át vagy bét a Fidesz akkor, amikor lemondott a választási regisztrációról. Most ez azért is jutott eszembe, mert a miniszterelnök a mai rádió interjújában ismét említette ezt. Hát, hogy ezt bár lett volna erő, felhatalmazás, kétharmad és minden, de nem ragaszkodtak hozzá. Bár hát kritizálta tulajdonképpen az Alkotmánybíróság döntését azáltal, hogy na tessék, akkor most előállt egy olyan helyzet, hogy így a külföldön dolgozó magyar állampolgárok meg nem szavazhatnak. Na hát ez nem igaz. Hát egyrészt nem igaz, mert 2004 óta a külföldi lakóhelyen rendelkező magyar állampolgárok szavazhatnak, tehát 9 éve megvan a törvényes lehetőség arra, hogy külföldről tudjanak magyar állampolgárok szavazni, tehát ez egyrészt nem igaz. Kettő. A Fidesznek, ha volt választási ígérete, amit be is tartott, megígért és be is tartott, az a kettős állampolgárság. Tehát mondjuk, ha lát is technikai problémákat a miniszterelnök úr, akkor azért megkérdezném, hogy tetszettek főkészülni. Mert ezt pontosan tudták, hogy elő akarják terjeszteni még 2010-ben a kettős állampolgársági törvényt. Az ember feltételezte akkor, hogy ehhez a megfelelő technikai apparátust biztosítják. Három. Annak idején Orbán Viktor ellenzéki pártvezérként ugye azt mondta, hogy a demokrácia vas törvénye az, hogy az alkotmánybíróság döntéseit mindenkinek tiszteletben kell tartani. Ez így is van. Mi változott 2008-2009 óta? Sok idő eltelt, csak úgy, mint az alkotmány elfogadása óta, mert azt is mondta a miniszterelnök, hogy már annyi idő eltelt az új alaptörvény elfogadása óta, és aki ma dolgozik, az lehet, hogy holnap úgy gondolja, hogy holnap jobban tudna dolgozni, mint ma, ha hónap után meg főleg. És akkor most nem tudom, tehát ilyen stilisztikailag, vagy valamit fésülgettünk. Ez a mondata az... a miniszterelnökünknek egészen elképesztő. De én meg nem értem, tehát most mi lesz, most újraírjuk az alaptörvényt, ami kőben van vésve, vagy csak szépítjük. A konkrét probléma úgy, ugye az a miniszterelnöknél, ki úgy tudom, hogy az alkotmányozói hatalom is ennek alapján Magyarországon, mert körülbelül úgy viselkedik, hogy hát ugye született egy alaptörvény, most már Orbán Viktor alkotmányról beszél, de annak idején ugye az volt a nagy vívmány, hogy ezt nem úgy hívják, de ezen az apróságon lendüljünk túl. Született egy alaptörvény 2011 áprilisában, majd utána decemberben rájöttek, hogy egy csomó mindent kifelejtettek belőle. Lett az átmeneti rendelkezés. Ebből lett az átmeneti törvény, amiben átmeneti rendelkezés viszonylag kevés van, ezért minősült alkotmányellenesnek, ami egyébként nem más, mint az alaptörvény kukája, tehát amit kifelejtett belőle a Fidesz, azt abba beletette. Most ugye azzal a feladattal állnak szemben, hogy ami a kukában benne volt, azt meg kéne próbálni összelapátolni, amit lehet, és azt megpróbálják belepakolni az alaptörvénybe. Egyetlen egy probléma van, és én ezért fogalmaztam úgy, hogy Magyarországon egyszerűen nem az, hogy alkotmány, csak alkotmány sincsen a szó, hogy mondjam, tartalmi, szociológiai értelmében, mert hát Orbán Viktor az általa megalkotott alkotmányt sem tiszteli. Hát ugye ő mondta azt, hát hogy Gránit szilárdságú érsz. Jobbítani szeretné. Ne. Na de hát még olyan hagymázas javaslatok is voltak, hogy innentől kezdve Fidesz részéről ne lehessen alkotmányt módosítani, csak mit tudom én, egy következő ciklusban. Igen. Ugye, volt hát ilyen egészen elképesztő javaslatok, ehhez képest azt történik. Azt elfogadták volna, akkor mit csinálnak? Ez egy jó kérdés, konkrétan nem tudnának kormányozni, mondjuk itt sem nagyon, de ez most egy másik kérdés. Szóval a probléma az, hogy a Fidesz a saját maga által alkotott alkotmányt vagy alaptörvényt sem tartja tiszteletbe és magára nézve kötelezőnek. Ez azzal jár, ez nem egy ilyen alkotmányjogászi siránkozás, ez azzal jár, hogy ebben az országban az emberek nem érezhetik magukat biztonságban, mert egy olyan ország, ahol nincsen alkotmányosság, ott nincsen jogbiztonság, ott nincsen szociális biztonság. Na látja, ezért szépítik és fésülgetik majd, hogy legyen. Köszönöm szépen, hogy köszönöm szépen.